Ezen a héten az ország összes könyvtárában különféle rendezvények zajlanak, mert a könyveket és az olvasókat ünnepeljük. Ahogy látjátok ott fönt, van egy, illetőleg több kis szórólap. Olvass el valaki, aki legközelebb van ahhoz, hogy mit láttok ezeken a szórólapokon. Fölülről lehet elindulni. Na, na, kivállalja, hogy elolvassa. Kati néni. Jászmin. 10 országos könyvtári napok 2015. október 5-11, könyves vasárnap október 11. Könyvtárban mentem, gyere utánam. Nagy könyvtári show. Show, igaz? És ez a 10. országos könyvtár, tehát 10 éve rendezzük meg, illetve rendezik meg a könyvtárak ezeket az ünnepnapokat. Ennek keretében jött el hozzánk Móricz Zsigmond unokája, Kolozs Virág, akit arra kértem, hogy meséljen nekünk, nektek, arról, hogy amikor ő ilyen kicsi volt, mint itt, milyen könyvek voltak tudatosak a gyerekek körében, mit olvasott ő, és hát egyébként még arról, hogy hogyan és mint élnek ők itt, mint Móricz Zsigmond unokája Leányfalun. Ugye nekünk különösen fontos, hogy ismerjük az élettörténetüket, hiszen még az iskolákat is róla nevezték el, igaz? Igen. És az utca hosszú-hosszú főutcáját is úgy hívják, hogy Móricz Zsigmond úr. És ha kiléptek az iskolából, akkor melyik tárgyra néztek rá? Móricz Zsigmond. Ugye ez kevesen engedhetik meg magukat. Hát bizony, kevesen mondhatják el. Hát szervusztok, gyerekek! Valamikor réges-régen, valamikor a múlt század közepén én is jártam ebbe az iskolába. Mert én a háború után kezdtem az iskolát, amikor a pesti iskolán szét volt lőve, ebből kifolyólag ott nem volt tanítás, Lányfalun viszont volt, úgyhogy én az első osztályt azt itt végeztem Lányfalun. És az alsó tagozatot is mindig úgy, hogy szeptemberben még itt jártam iskolába, és áprilistól megint itt jártam iskolába. Csak a téli hónapokat festem. A felső tagozatban ez már nem ment, de az alsóban ez még működött. És én bizony nagyon jól emlékszem arra az iskolára, ami akkor itt volt. Összesen volt 3 tanterem az egész iskolában. Hát, Móricz Zsigmond. Móricz Zsigmond egy nagyon picike kis faluban született, ezt majd fogjátok tanulni, talán sokan el is mentek, Tiszacsécsén született, amiben akkor, amikor ő ott élt, volt összesen 80 ház. Ez nem túl sok. Aztán ő szép lassacskán tanult, 10 évesen került be a középiskolába. Tehát, mintha ti most a 4. osztály után mennétek gimnáziumba. Ő is akkor. Először bement a gimnáziumba, a Debreceni kollégiumba. Az első, amit meglátott, és amit ő teljesen elájult a könyvtárból. Ennyi könyv. És ezt mind emberek írták, és ezt mind el lehet olvasni. Teljesen oda volt a gyönyörűségtől, és azt mondta, hogy hát akkor ő is író lesz. Akkor hazament, és mondta a homályának nagyon félve, hogy mit fog ehhez szólni, hogy író, mert ilyen a környezetünkben sose volt, hogy édesanyám, én író szeretnék lenni, és amikor az édesanyja ezt meghallotta, akkor azt mondta, hát fiam, az egy nagyon érdekes dolog, csak tanulj hozzá szorgalmasan. És amikor aztán visszament a gimnáziumba, megkérdezte az igazgató tőle, hogy nem kis Móricz, mi leszel, ha nagy leszel? Akkor kihúzta magát, és azt mondta, hogy író leszek, igazgató úr. 10 évesen. Hány évesek vagytok? Kilenc. Úgyhogy van még egy évetek gondolkozni, hogy mit akartok. Na, attól kezdve ő a könyvtárban élt. Rengeteget olvasott. Azt látta, hogy olyan
írások vannak ott, amit 2000 évvel, meg még több, 3000 évvel korábban írtak, és még mindig olvassák a görög, meg a latin történeteket. Azt néztem, hogyan írtak azok az emberek úgy, hogy még mindig érdekes. Meg kell ezt tanulni, ezért annyi latin, meg görög szöveget fordított le, hogy én életen át annyit nem fogtak iskolába nyelvet tanulni, mint amennyit ő egy év alatt tanult. Aztán el is kezdett írni, iskolai fali újságra, iskolai újságba, aztán a helyi városi iskolába. Itt-ott úgy elszórogatta már az írásait, aztán lassan Pestre került, és ott már igazi folyóiratokba, újságokba küldte el az írását, és nem volt sikere. Nem tetszett neki. Senkinek. Nem fogták föl, hogy ő milyen zseni. És amikor meghalt a második kisfia, akkor teljesen összeomlott, és akkor írta meg a Hét krajcárt, amit majd ti is fogtok tanulni. És abban minden saját érzése, a világról alkotott, minden úgy benne volt, és azt is úgy elküldte, hogy hát mehet a többi után valamelyik folyóirathoz, hát a Nyugat nevű folyóirathoz küldte, és ott a főszerkesztőnek megtetszett. Látta, közölte az újságba, és attól kezdve a nagyapám író volt. Hány éves volt ő ekkor? 30 éves. 10 éves korától semmi mással nem foglalkozott Isten igazából, csak abból, hogy író legyen, és 20 év alatt elérte. Erre miért mondom ezt el nektek? Azért, hogy vegyétek tudomásul, hogy hát ti valamit nagyon szeretnétek elérni. Atomfizikusok akartok lenni, varrónők akartok lenni, kazánkovácsok, de a legjobb, vagy filozófusok, vagy bármi, akkor azért igen keményen küzdeni kell. És hogyha te már 10 éves korodban tudod, hogy szemész professzor lesz belőled, akkor mindent arra fogta, hogy te jól tud majd a szemészetet vizsgálni. Tehát nagyon csak rajtatok múlik, hogy miért tudtok legjobb elütni. És a legtöbb gyerek nem tudja még, hogy mi, de vannak gyerekek, akik tudják, hogy mit akarnak lenni, és el is érik, hogy azok legyenek. Ez pontosan olyan, hogy nem lehet másra számítani, ha te éhes vagy, akkor nem kérdezheted meg a barátodat, hogy ugyan egyél már egy falat kenyeret, mert én olyan éhes vagyok, hogy borzasztó. Jól fogsz tőle lakni, hogy a másik megvette? Nem. Na hát szóval ilyenek. De ebből mi gyerekek, hát olyan sokat még ilyen kisgyerekkorunkban nem igazán éreztük, de azért a szüleink próbáltak rávenni bennünket, hogy olvassunk, mert hát az olvasás egészen más. Igaz, hogy akkoriban maximum, amikor milyen kicsik voltunk, még diafilm se volt, nem azért, mert nem létezett, hanem mert a háború után semmi se volt. Tehát nektek most ott van a televízió, meg a videó, meg a nem tudom micsoda, ami nézhetitek a mesét, de az nem ugyanaz, mint amikor te olvasod, mert te olyannak látod a figurákat, amilyennek te képzeled el, és nem olyannak, amit a rendező képzelt el. Tehát a fantáziát sokkal-sokkal jobban kinyílik, ha te magad olvasod azt, hogy milyen szép tájat írt le az író, vagy hogy írta le a gonosz ember külsejét, azt te képzeled el, hogy szerinted hogy kell annak kinézni, és egészen meglepődsz, hogyha a filmen egész máshogy néz ki. Tehát magad van. Na de hát gyerek az nem nagyon szeret olvasni. Ez már csak ilyen. Hát apám azt kitalálta, másodikos voltam akkor én, valahogy rá kéne szoktatni ezt a gyereket, hogy olvasson. Ráhibázott, hogy valamivel meg lehet fogni. Azt mondta apám,
ahány oldalt elolvasok, annyi fillért fizet nekem. Hát akkoriban még az egy forint azért az komolyabb pénz volt, mint manapság. Az egy fillér is több volt, mert akkor még azt számolták, ma már az egy forintot se számolják, de akkor az még volt. Hát rögtön ugye, mert 20 fillérből már az ember vehetett magának egy szemcukrot. Ez fontos dolog volt. Elkezdtem olvasni. Aztán a hugomnak is ugyanezt mondták, hát neki nem jött be, de nekem lejött. Egy év múlva már apám azt mondta, hogy csak akkor fizeti ki azokat a forintokat, ha le is írom, hogy miről olvastam. Na így aztán szép lassan elmaradt, mert hát arra már nem volt időm, hogy le is írjam, mert én nekem akkor már olvasnom kell. Miket olvastam én harmadikos koromban? Verne Gyulát. 12 év vakációra. Emlékszem, az volt az első Verne könyv, nagyon szerettem. Aztán felnőtt koromban azt mondtam, hogy én tulajdonképpen nem is szerettem Vernét. Nem is olvastam Vernét. Én megnéztem a Verne könyveket, hát majdnem mindet olvastam. Branka Pitányka gyermekeit. De a két év vakáció az valami fantasztikus. Ez ilyen korunk, meg nálatok kicsit nagyobb gyerekekről szól. Hát ezt el kell olvasni. Aki szeretné majd kikölcsönözhet, és szívvényelni ezt, amit most a Virágnéni mondott. Két év vakáció. Aztán nem is tudom, olyan könyveket olvastam rengeteget, amiről nem is tudjátok, hogy létezett ilyen író, hogy Tudcsek Anna. Cilike. Meg a Cilike könyvek, meg a Zsuzsika könyvek, hát valami. Mindegy, de nekünk akkor az nagyon tetszett. Kosáriné Rézlola, hát szóval valamilyen egész, már a neveket sem hallotta senki. De mi akkor azt olvastuk, az volt. Rejtő Jenőt is, már kicsit nagyobbak voltunk, olyan 12-13 évesek. Titokban olvastuk, mert akkor az tilos volt olvasni, a Idegen Légió a mi időnkben, hát az egy tiltó dolog volt. Én nem is tudom nektek felsorolni, mi mindent olvastam. És meséket. Azt tudom, hogy Benedek Elek meséit én nagyon-nagyon sokáig olvastam. Már felső tagozatos voltam, még mindig visszamentem a Benedek Elek mesékhez. Jobban szeretettem őket, mint a Grimm meséket. Ne kérdezzétek meg, hogy melyik volt a kedvenc mesém, mert az arra már nem emlékszem, de azt tudom, hogy ott volt mindig a könyv a közelünkben. Azt a Jókait, azt én már 10 éves koromtól kedve Jókait olvastam. Régi gyerekkori ismerősökkel összefutok, akikkel itt Lányfalon voltam gyerek, azt mondják nekem, arra emlékszem, hogy Virág a diófán ülsz és olvasol. Volt egy diófánk, és annak volt egy ilyen hármaságú része, és tényleg én oda fölvettem, vittem egy párnát, beleültem abba a fészekbe, és nyugodtan olvashattam, mert nem voltam szem előtt, és nem mondták, hogy erics kapálni, mert egyébként, ha szem előtt voltunk, akkor annyi mindig adott nekünk valamit. Na és hogy álltam én a nagyapám írásaira? Hát az állatmeséket, azt nagyon hamar szerettük. Az első ilyen állatmese emlékem az, ide jártunk iskolába, de nem csak én, hanem az unokabátyám is itt volt velünk, mert nekik is problémájuk volt, ő is ide járt, és volt valami iskolai műsor, nem tudom mi, ahol az unokabátyám barátjával együtt eljátszották a Török és a Mehemedet. Úgyhogy az egyik állt elől, a másik a háta mögött, és így dugta ki a kezét, és azzal irányítva magyarázta a mese történetét, és így a Mehemed ilyen pocakossá vált, mert ugye a kettőjük együtt ott. És erre annyira emlékszem, hogy ki volt, a kivel csinálta, nem tudom, de ez Balázs volt az egyik. Tehát ez volt az egy első emlékem. Aztán később nagyon sok, ezeket az állatmeséket mindig nagyon szerettem. És szeretik az én unokáim is, mert nekik is elmondtam. Van egy olyan verse, ilyen állatmeséje,
amit mi a Rosszával nagyon ügyesen el tudunk mondani, hogyha hajlandó rá. Persze. A héja. Jaj, az száll a héja magasan, földre vetten hamisan. Mit akarsz itt, héja? Ásó. Mit ásol itt, héja? Kutat. Minek a kút a héja? Víznek. Minek a víz a héja? Főzni. Mit főzöl te, héja? Csibét. A magadét, héja? A tiédet ellapom. Anyja vagyok, nem hagyom. És a héja éhesen, tovább röppen, mérgesen. Nem, a másik, vannak hosszabb mesék is, nagyon szeretem őket, mert a legtöbb olyan, hogy el lehet játszani. Na, ezt is kettesbe eljátszottuk. És a többinek is annyi cselekménye van, hogy nagyon sok féleképpen. A domboldalon kicsi ház, ott lakik a kecske, egy hosszú történet, amit emlékszem, hogy gyerekkorunkban minden osztályban, amikor valamelyikünk abban az évfolyamban került, amikor erre fölkerült, biztos eljátszottuk az iskolába. Meg a többit is, úgyhogy ha mással nem kezdtek el, vegyétek elő Móri Zsigmond állatmeséit és olvasgassátok. Kedvet kaptok a ritmusára, a hangulatára, az olvasás örömére. Mert én úgy tudom, én nem vagyok irodalmára, és irodalom tanárnak lána nem, de én úgy tudom, hogy azért tanulnak a gyerekek már óvodáskorunkban is verseket, mert az életünk egy ritmusból áll. Minden cselekedetünknek van valami ritmusa, és a verseknek is van ritmusa, és ezért aztán ezeket a verseket nagyon szeretjük mondogatni, és meg fogod tanulni felnőtt korodra, hogy egy csomó olyan verset, amit ilyen kisgyerekkorodban tanulsz, még mindig fogod tudni, de azt, amit 20 éves korodban tanulsz, azt elfelejted. Azon kívül mi rengeteget játszottunk, itt az iskolában is. Én nem tudom, hogy ti a szünetekben játszottok-e. Igen. Mit játszottok? Foci. És tudjátok mi az, hogy agy király katonát? Nem. Hogy kell játszani? Pedig ezt itt a hegyoldalon nagyon lehetett a menedekben. Fősorba állnak a gyerekek, szembe áll a másik sor, és akkor kiabálják, hogy agy király katonát. Nem adok, vedd el, ha kell. És akkor egymás felé futnak, és elveszik egymástól az embereket, és az a csapat nyer, aki az összes többit el tudta szedni. Ilyenek. Meg körjátékokat, meg körtáncokat. Ez a szaladgálás, ami itt nálatok udvaron van, meg kiabálás, az akkoriban nem volt. Rengeteget játszottunk. Én nem tudom, hogy mindent. Rengeteg. Tüzet viszek, már nem is tudom, hogy dallamokat, ezeket. Amikor körbeálltunk, és akkor le kellett dobni a zsebkendőt, és valaki ment körbe, és akkor el kellett találni. Szóval egy csomó jó játék. Na meg aztán ilyen körtáncokat, meg a... Hiába mondom a címeket, úgyse tudjátok. Tehát rengeteget játszottunk gyerekkorunkban. Nem volt számítógép. Képzeljétek el, nem volt számítógép. Nem, hogy okostelefon nem volt. Telefon sem volt. Csak itt-ott, mint-ott. Valaki a telefonhoz akart jutni, 15-20 évig várt, még sikerült neki telefonhoz jutni. Most már bemegy az első sarki boltba, azt veszel magadnak olyat, amilyet akarsz, vagy amire van pénzed. És a nagyapám is miért írt ennyi gyerekverset? Nem azért, mert a gyerekei voltak, hanem azért, hogy a gyerekek tanuljanak meg olvasni. Szeressenek olvasni. Ő nagyon szerette a gyerekeket. Neki is volt 3 lánya, aztán idősebb korában még örökbe is fogadott egy kisfiút is,
mert azt mondta, hogy a gyerekeké a jövő. Előttük van még az egész hosszú élet. Borzasztó szórakoztató dolga. Rengeteg mesélt nekünk. Hát nagyon kicsik voltunk, én még nem voltam 4 éves, amikor meghalt. Úgyhogy nagyon sokat rá nem emlékszem. De azért egyet elmesélek, mert ezt mindig mindenki elmeséli, mert arra emlékszem. A konyha előtt, hányfősi konyha előtt volt egy ilyen oszlop, és a nagyapám, ott egy sámli nagyon szeretett nekidőlni az oszlopnak, és hallgatni, hogy a konyhában miről beszélgetnek az asszonyok, mert ott volt szakácsnő, meg más, meg a lányok, asszonyok ott voltak, tehát a nők, ha két nő együtt van, akkor annyit tud beszélni, mint ha 10 lennének, szerette hallgatni. És akkor én egy alkalommal oda mentem hozzá, beültem az ölébe, kivettem a zsebéből egy ilyen kis fésűt, ami belefért a zsebébe, és azzal a bajuszát kezdtem sűhésülni. És akkor ezt mindig elmeséltem a szüleimnek is, amikor mindig tiltak, hogy ez lehetetlen, ilyenre nem emlékezhet. Hát a nagyapát sose engedte, hogy hozzáérjenek a bajuszához. Hát mondom, senkinek nem, de nekem, az unokájának. De a nagyapa mindent megenged az unokának. Hálatok is így van? Igen! Ugye? Hát ez már nem volt. Ez is? Hát már akinek van nagyapája, meg van akinek van nagymamája. Kinek van nagypapája, nagymamája? Nagyon jó dolgotok van. Ez nagyon jó. Nagyon jó dolgotok van. Nekem nem volt. Mert az apai nagyapám, nagymamám már a születésem előtt meghaltak. Az anyai nagymamám, az anyám még gyerekkorában meghalt. Az apai nagyapám pedig, vagy anyai nagyapám pedig úgy olyan picike voltam, amikor meghalt, úgyhogy én azt nem igazán tudom, hogy milyen is az, hogy nagyszülőnek lenni. Hogyha van valakinek nagyszülő, én csak azt tudom, hogy milyen jó dolog nagyszülőnek lenni, mert nekem azért már unokám azért kaptam, 3 darab, ilyenből van nekem még 2. Csak az egyik az pici. Hát, egy egyik kisebb, a másik nagyobb, de hát ilyenek. Na, miről meséljek még nektek? Hogy hogy éltek meg, hogy milyen voltak régen így a házak? Milyen volt a házuk? Hát a ház az olyan volt, mint most. A ház kívülről, belülről túl sokat nem változott. Mit játszottak talán? Nem érdekel velük? De! Mit játszottak, amikor Virágné kicsi volt? Mit játszottunk? Azt mondtam már, amikor könyvjátékokat. Könyvjátékokat meg rengeteget. Na most akkor az iskola ugyanott volt, mint most. De ahol most a főépület, most már elég sok mindenből áll, abban volt 2-3 tanterem. Az egyik északról nyílt, a másik délről, tehát ahol a kiskapuban onnan lehetett bemenni az egyik oldalra, és a ház másik oldaláról hátulról. És az elől itt volt 2 tanterem. És 2 osztály volt együtt, az első, második és a harmadik, negyedik, és 1 osztályban volt az összes főső tagozatos, amikor mi jártunk. A tanteremben nem ilyen padok voltak, mint asztalok, mint most, hanem ilyen hosszú padok, ilyen hosszú barna padok, amiben 4 fértünk el egymás mellett. No, hát emlékszem, hogy hát a fiúk akkor sem voltak olyan jók, mint manapság. És akkor is voltak közöttük sérsősök, vagy voltak ilyen problémák. Emlékszem, Vilma néni volt a tanító néni. Minden nap úgy kezdődött a tanítás, hogy volt 3 rossz fiú az osztályban. A Ronnya Imre, a Katona Jóska, és a
Ráni csöcsi. Ajaj. Na most ebből... Még ma is ő. Kettő, ezekre emlékszem, hát ezekkel jártam egy osztályban. Ezek közül kettőt minden reggel az első padra így végigfektetett a Vilma néni, és vesszővel elverte a fenekeket, hogy vagy csináltatok valamit, vagy fogtok csinálni valamit. Na most ezek közül, a három közül legtöbbször a Rognyai Imre elkésett. Ebből kifolyólag őt nem verte meg a Vilma néni, hanem letérdeltette az ajtó sarokba, büntetésből, mert elkésett. Hallják, akik elkésnek? Vannak ilyenek? Igen, Karolina. Nem kell megnevezni, de előbb volt. Én ezeket azért tudom megnevezni. Előbb volt. Rányi Csöcsi, nem tudom, létezik-e még, de a másik kettő nem. Nem, már ő sincs. Úgyhogy ők most már számomra ilyen néphagyomány. Akivel még egy osztályban jártam, az a Jészabó István, vele volt a méhész. Őt ismerem a legrégebben, mert mi már akkor ismertük egymást, amikor még nem is láttuk egymást, mert az ő mamája, meg az én mamám egyszerre vártuk a gyereket. Az ő mamája kislányt várt, az én mamám meg fiút, mi meg a pocakban nevettünk, hogy ez fordítva van. Egy hónappal korábban született, úgyhogy sokkal öregebb nálam a Pista. De mondom, ő az, akit ismerettségi körömben legrégebben ismerek. Azért ez nem mindegy, lányfalusi, mert lányfalú a világ közepe. Ezt tudjátok. Igen. Aztán én mindig el szoktam mondani, én földrajzt tanítottam, és földrajzórákon is kérdezték a gyereket, hogy ezt hogy kell kiszámítani, hogy ez a világ közepe. Aztán nagy nehezen rájöttek, hogy az a világ közepe, ami nekem a legfontosabb, mert körülött egy gömbben mindenki a közepén van. És ezt egyszer elmondtam, amikor Szentendrén tanítottam, ott is elmondtam a gimnáziumba, és kedvenc poénomat ott is előttem, erre megszólal egy lány, nem igaz, mert pomáz. Mert ő már valami unokatestvérét tanítottam, úgyhogy ő már tudta, hogy azt jelenti, hogy az a világ közepe, ahol én vagyok középen. Úgyhogy nektek lányfalú a világ közepe. Szentendre a pereme. Igen, ez akkor jött ki, amikor a Szentendre kezdtek jajgatni, és akkor aztán így kialakult, hogy ez a rím kijöjjön. Szóval ezek voltak a tervek. Aztán, hát akkoriban minket nem vittek sehova kirándulni, kicsaptak a kertbe legelni. Igen. Volt mit legelni a kertben nálatok? Hát nálunk volt, aztán ugye akkor még nem ilyen kerítés volt, hanem csak egy drótkerítés volt, drótszálak voltak kihúzva. Úgy mentünk reggel iskolába, hogy széthúztuk a drótot és ott bújtunk át, hogy ne kelljen olyan nagyot kerülni. Ezért csak a házból át. Aztán később mesélték a gyerekek, hogy jártak hozzánk gyümölcsöt szedni. Nem engedéllyel, hanem csak úgy. Aztán mondtuk, anyám mondta, hogy annyival legalább kevesebbet kellett összegyűjteni. Ám ma már jobban odafigyelnénk, mert most már sokkal kevesebb a gyümölcs van, mint akkor. Rengeteg. Volt olyan év, hogy teherautóval vitték el az almát a kertből. Ma már a meglévő almafák is olyan öregek és olyan betegek, hogy már a fán tönkre meg az alma, de azért az van. Két tanítója volt az iskolának, akkor az egyik volt a Vilma néni, a másikat nem is tudom, hogy hívják, aztán később már a felső tagozatban volt már tanár. De hát egészen más világ. Egészen más világ volt abban az időszakban. Kedvenc tantárgyadat már említetted? Ön is tanultál a legszívesebben? Én a matematikát szerettem a legjobban.
Közületek ki az, aki a matekot szeret? Hát nincsenek azért olyan sokan. Én nagyon szerettem. Középiskolában ilyen humán tagozatban jártam. Az azt jelenti, hogy ott elsősorban ilyen nyelveket, kevésbé volt matematika, kevesebb matematikát, de hát ott az osztályban a legjobb matematikus voltam. Volt osztálytársaim, majd mesélték mindig, hogy nekem kellett azokon az órákon, napokon elsőnek bejönni az iskolába, amelyik napon matematika volt, mert rólam másolták le a leckét. Hát aztán elmentem, amikor egyetemre kellett mennem, akkor jelentkeztem. Történelemföldrajzra akartam jelentkezni, de az Pesten nem volt, csak Debrecenben. Debrecenben meg nem akartam Móricz unokaként bekerülni, mert az engem akkoriban rettenetesen zavart. Úgyhogy akkor ugye menjünk el matematika-fizikára. Be is kerültem az egyetemre. Aztán ott nagyon gyorsan kiderült, hogy félszemüek között, vakok között félszemű a császár, ez volt a mén a gimnáziumban, de a kétszemüek között a félszemű, az nem rúg rabdába, úgyhogy akkor átmentem és földre azt törtem szokos tanárnak, amit eredetileg tessék. Az, hogy volt testnevelés? Testnevelés? Persze, hogy volt. Mi kellett csinálni? Hát, sajnos kötélre is kellett volna mászni, az nekem sose sikerült. Még rúdra is kellett mászni, soha nem sikerült. Egyszerűen el se tudtam képzelni, hogy tudják ezt megoldani, hogy azon az egyenes rúdon fölmennek a kötélen. Azt tudom, hogy ez lehet. Rengeteg talajtornánk volt. Azt viszont nagyon szerettem, abban mindig én voltam a legjobb, azt mindig be tudtam mutatni. Meg kellett ilyen ugró zsámolyokon ugrálni, hát azt sem nagyon szerettem, mert ugye én akkor sem voltam egy sovány gyerek. Futni kellett, hát én már akkor utáltam futni, és azóta is, és most se értem, mert ugye emberek tömege fut a Dunaparton, hogy mire jó az. Sport. Nekem viszont az a kedvencem. Nekem is. Nagyon sokan vannak. Melyik? Futás. Nekem futás. Hát én azt én azt tudom, hogy gyűrű hintázni nagyon szerettem. Jó. Érdekes módon, teljesen meglepő, mert ahhoz is ugyanúgy a kezet kellett használni, mint a kötélhez, de azt szerettem, tessék. Bentus? Az, hogy régen ugyanilyen egyenruhák voltak. Hát, amikor alsó tagozatban, vagy általános iskolában jártam, akkor még nem volt egyenruha. Gimnazista voltam, talán második gimnazista, 9-10-es, mausulás, amikor bevezették az egyenköpenyt. Azt emlékszem, hogy rettenetesen izgalommal terveztük meg, hogy ilyen legyen. Rettenetesen örültünk, hogy nekünk egyforma köpenyünk van, mindenkinek, minden osztálynak volt egyforma köpenye. De amikor negyedikesek voltunk, akkor azt már a lányok azt csinálták, hogy a tanári asztal fiókjában dugták be délbe a köpenyüket, reggel onnan ráncigálták ki, borzasztó rondán néztek ki, mert akkor már nem kellett a köpeny. Aztán nagyon sokáig fiúknak, lányoknak kötelező volt, és aztán ugye a rendszerváltás után eltűnt a köpenytesi. Az, hogy amikor tesi volt, akkor fehér és fekete nadrágba kellett menni. Volt egy fekete gulodgatya, ilyen bőszáros tornad, és volt egy felső tornadresszünk is volt fehér, meg nem is tudom már milyen. Mert fehér tornacipő, azt tudom, hogy a tornacipő, az fehér volt, fehér zoknél. Benni, volt kislabdahajítás? Volt kislabdahajítás is volt, meg gere is, meg ilyen dobálás volt. A kislabdahajítás, nem is tudom, azt hiszem 25 méterre tudtam egyszer eldobni, azt hiszem, hogy az sok volt, meg súlyt lögtünk.
abban is az osztályban jók közé tartoztam, de amikor magasan kellett ugrani, hát én inkább alatta mentem volna át, és életemben egyszer nyolcadikos koromban átugrottam az egy métert. Úgyhogy nagyon büszke voltam magamra. Egyébként nem tudtam ugrani. Volt ugró kötelezés? Mi? Volt ugró kötelezés? Hát mi játékból is ugrál köteleztünk, örökké ugrál köteleztünk, úgyhogy az, hogy egy iskolában voltál, azt nem tudom, mert ugróiskolát játszottuk nagyon, nagyon sokat. És neked mi volt a kedvenc játékod? Hát én nem tudom, szerintem sakkozni szerettem legjobban, hogy nem kellett mozogni. Én szoktam egy pavámmal sakkozni, mert nagyon és sokszor én győzök. Azért lehetem azt a legjobb a társas játékok közül. Tessék. Mondja. Anna, vagy Laura. Súly. Akkor szám kicsit hangosabban, mert... Ez a súly. A súlylökés? Az egy ilyen vasgolyó, amit el kellett lökni. Mint egy vaslabda, csak pici vas. Csak de kis labda vasgolyó. Nekem viszont, hát a kedvenc játékom most már újra Lego. Hát akkoriban nem volt Lego, volt egy ilyen Merklin összerakható, és ezek ilyen kis fém pálcikák, meg fém golyók, azokból lehetett építeni, meg fakockákból lehetett építeni, de a Lego az én gyerekeim időszakában szaporodott el a világban. Volt hittanóra? Alsó tagozatban még kötelező volt a hittan, de ötödikes koromban már megszűnt. És attól kedve nem volt, és nem is érdekelt a hittan. Csak annyiban, hogy mint történész tanultam róla, de hát én nekem ez az egész Isten fogalom, az nehezen felfogható, hogy valaki még ebben hisz a 21. században. Tessék. Azt mondja, hogy milyen büntetések voltak? Milyen büntetések? Hát, ugye a sarokba állítás az egy... Különböző módon volt, hogy térdepelve kellett a sarokba lenni, volt, hogy hátral az osztálynak, volt, hogy csak beállni a sarokba. Ez volt a legnépszerűbb dolog. Körmös is volt még. Figyeltek ilyen? Kellett tenni a kezünket, és akkor így a pálcával ránk csaptak. Aztán volt intő, meg rovó, meg jó nagy pofon, meg a fiúknak ugye a fenékneverés. Hát ilyen, hogy ennyi rossz kisfiú voltál, próbál meg jó lenni, ez kevés volt abban az időszakban. Mi az a rovó? Rovó? Hát amikor beírják a ellenőrző könyvedbe, hogy ilyen és ilyen cselekedetért rovót kapsz. Az nagyobb büntetés volt, mint az intő. Az biztos, hogy példás magatartásod nem lehetett az egész évben. Akkor se az első héten kaptad a rovót, a második fél évben se jutottad. Az intőt, ha az első fél évben kaptad, azt a második fél évben elfelejtették. De a rovót azt nem. Sőt, nem tudom most milyenek, a közepes az milyen megfelelő, annál jobbat nem kaphatok a rovós. Andris? Te kell kérdezzetek. Dodo. Hogy volt olyan, hogy kukoricát kellett érdelni? Az nem volt. Mert nem volt kukorica, de volt olyan, hogy ilyen babzsák, és volt, amikor babzsákra ültette, vagy térdeltette. Az, hogy az egyszer az én nagypapámmal találtunk kettő ilyen játékrepülőt, és annak annyira bonyolult volt az összerakása, mint egy igazi repülőnek. Igen, hát ilyenek voltak, akkor is voltak, meg egy puzzle-szerű összerakhatók, meg ördöglakatok, azért azok voltak a gyerekkorunkban, és nem kérdez. Koki volt. Mi? Koki volt.
Koki? Koki. Mi? Az hogy ilyen tiszta csalja a fejedre. Koki. Az volt, persze, hogy volt. A pajasz, fiúknak a pajaszát húzták meg. Ez volt még rendesen. Meg amikor verekedtek a gyerekek, azt még én is azt csináltam, hogy a verekedő gyerekeknek megfogtam a haját, és így szedtem szét őket. Mert a hajuk után mentek, mert nem tudtam volna szétszedni a két gyereket. Ugye nagyon verekszenek, birkoznak, akkor nem lehet őket így szétvenni. Megfogtam a hajukat, és széthúztam. És abban maradt a verekedés, furcsa módon. Egyike másik rám nézett, hogy legszívesebben nekem jönne, de azért azt nem tette. Van? Te, hogy akkori korban volt ilyen csacsó? Csacsó? Nem, az kicsit később volt. Gombfoszi az volt. Az jó. Gombfoszi az nagyon volt. Úgyhogy voltak gyerekek, akiknek nem volt kabátjukon gomb. Mert kellett a gombfocihoz. Úgyhogy ilyenek is voltak. Az volt, az nagyon ment. Különösen a fiúk azok imádták a gombfocit, és amikor lehetett, játszották, tessék. Az, hogy volt dáma meg kinevet a végén, nem ilyenek, valam? Ilyenek voltak, dáma, kinevet. Malom, én nagyon szerettem malmozni. Ez jó, az nagyon jó. Meg halom játék, amikor így át kellett lépegetni, meg sap, meg szóval ezek a játékok, ezek nagyon régen, már szüleink idejében kezdtek kialakulni. Na van-e még valaki? Bent volt asztali tenisz? Mi? Pingpong. Pingpong is volt, persze volt, de hát azt már csak inkább kicsit nagyobb koromban kezdtünk, rengeteget pingpongoztunk, meg lengőfogunk volt, az itt lánykalon a kertben a fádról lógott, és ilyen hajnalokig játszottunk, nem régen, de nem tőlük messze laktak Szent Iványiék, akik nagyon haragudtak, már hallották, és amikor ilyen nagyon csörömpölt, éjszaka, akkor mindig mondták, hogy Szent Iványi, akkor tudtuk, hogy másnap jön szólni, én nem tudtak aludni. Köszönöm. Volt tenisz. Hangosabban? Volt tenisz. Tenisz is volt. Sőt, körülbelül ennyi idős voltam, amikor rá akartak várni a szüleim, hogy teniszezzek, de a szemem az nem volt elég jó, úgyhogy sose tudtam, hogy hova érkezik a labda, úgyhogy aztán abba hagytam. Pingpongozni azt nagyon szerettem. Később diákokkal is pingpongoztam, és nagyon élvezték, hogy engem mindig megvertek. Volt kidobó. Kidobós, az volt. Az nagyon sokat. Meg szoborjáték volt. Az jó! Ugye? Az nagyon sokat játszottam. De akkor milyen édességek voltak? Hát volt akkor is mindenféle csokoládé. A háború után volt valami savanyú cukorka, én nem tudom, hogy mi, milyen volt, ha nem emlékszem, és papírba volt beletekedve, és a papírra rá volt húzva egy gyűrű színarany részből, kis üveggyöngyel, és azt hiszem, 20 fillérrel lehetett ezt venni, és gyűjtöttük, hogy kinek milyen sok gyűrűje gyűlik össze. Nekem még mindig megvan belőle egy. Tessék. Való. Milyen a szünnapra milyen ajándékokat adtak? Hát, ezt én már nem tudtam. Kaptunk játékot, könyvet mindig. Ruhafélét. Mit kaptam én napomra egy félét, de az hatása valósok előre. Mit, mikor. Karácsonyra is mindenféléket, nem tudom. Azt tudom, egy olyan emlékszem, hogy a húgom karácsonyra kapta meg az első bicikliét. De nem ilyen kis biciklit, hanem már 34-es volt, mert ő is akkor már 12 éves volt. Reni? Volt szülinapi buli. Nekem nem nagyon volt szülinapi buli, mert én Pesten voltam születésnapos,
és ebből valahogy akkoriban nehezebben lehetett így összeszedni, vagy anyám nem akarta, nem tudom. Hát egy-két gyerek talán eljött. Nem nagyon emlékszem arra, hogy én nekem Pesten szülinapi bulim lett volna. Egész nagylánykoromig, amikor már éjtem. De Lányfalon itt nagy születésnapi bulik voltak. A környék összes gyereke ott volt. 15-16, meg nem tudom hány gyerek. És azt tudom, hogy a húgom 8. születésnapján két esemény történt. Először is azon a napon úszhattuk át először a Dunát. Én már tudtam úszni, már régen, már a Kacsa-szigetre le is úsztam, de átúszni meg kellett várni, hogy a húgom átúszhassa. Én másfél évvel voltam idősebb, mert én ezért csak annyival később úsztam át a Dunát. Másik, és utána apám biciklin vitte valahova a húgomat, hogy előrült a húgom, és ahogy apám fordult, valahogy a húgom beledugta a lábát a küllők közé. Úgyhogy a 8. születésnapi bulián először átúszta a Dunát, utána bebugyolált lábbal végig ült a születésnapi bulit, mert úgy tönkre ment a lába, hogy hosszú ideig nem bírt rábra jön, úgyhogy neki egy nagyon emlékezetes 8. születésnapja volt. Kit válasszak? Zalán. Ő még nem kérdezett tőlem, ez a két kulcsis kislány. Régen, amikor festettek, akkor így ilyen nagyon sok festőtanfolyam volt, hogy jól tudjanak így festeni embereket fotózás helyett. Hát, vízfestékkel mi is dolgoztunk, én nagyon szerettem festeni is, meg rajzolni is. Hát az aztán az nem tetszett a rajztanárnak, meg senkinek, az egy más dolog, de nekem tetszett. Én az énekléssel is így voltam, hogy nagyon szerettem, mindig nagyon szerettem énekelni. És a gyerekeimet is, hogyha nagyon el voltak keseredve, akkor elkezdtem nekik énekelni, és rögtön jó kedvük lett. Egyébként az énektanároknak meg volt, megszakadt volna a dobhártyájuk, ha az én hangomat énekelt, úgyhogy én nekem elég volt szólmizálva elmondani a dolgokat, fel voltam mentve a szóló énekésre. Hát ilyen, de felnőtt koromban be tudtam tanítani dalokat a gyerekeknek, mert én hallottam a hamisságot. Én azt is hallom, hogy én énekelek hamisan. Úgyhogy be tudtam tanítani, hogy most hogy kell, hogy miért, és javítottam, és nem hitték el, hogy én nem tudok énekelni. Laura? Mi ez? Hangosan. Ez mi? Az a küllő. Az egy küllő. Hol a küllő a biciklin? A küllő. Hol a küllő? Laura, mi a küllő a biciklin? Azok a pálcikának a küllőnek. Kerék, kerék küllő, nem tudom. Merevé, merevé van ilyen. Na, így volt az. Lóri, kérdezz. Az, hogy volt számkirály. Mi? Számkirály. Számkirály? Az mi? Az egy ilyen játék. Meséljél. Most se ismerem, akkor se. Számkirály. Lehet, hogy volt csak más néven volt. Csak király. Hát máshogy hívták valószínűleg a neveket, hogy lehet, hogy ugyanúgy kellett játszani. Nagyon szemleges kollega. Milyen munkák voltak? Milyen munkákra gondolsz? Hát amiért így kaptatok ilyen fizetést, amit... Felnőttek? Mit dolgoztak? Felnőttek? Ugyanazt dolgozták, mint ma, csak nem foglalkoztak számítógéppel, mert nem létezett. De. Mi gyerekkorunkban nem néztünk tévét, mert még az se volt, tehát tévészerelő se voltak, de az összes többi foglalkozás volt valamilyen szinten. Esik. Hogy hívták a húgodat? A húgodat? A húgodat. A húgomat Rékának hívták. Réka. Van egy Réka nevű szomszédunk. Hát amikor mi születtünk, akkor a Réka az egy nagyon ritka név volt, pedig nagyon-nagyon régi ősi név,
már a honfoglalás idejében is volt. Ez egy szláv szó, ki tudja, mit jelent a szőréka? Gazdag. Azt jelenti egy folyó. Réka, az oroszul folyó. És ebből származik a réka. A virág, az pedig tényleg akkoriban én voltam anyám után a második virág az országban. Úgyhogy e pillanatban a legöregebb virág az országban én vagyok. A nagyapám találta ki ezt a nevet, az egyik regényének, a Harmatos Józsának a főszereplőjét hívták Kisvirágnak, és amikor ő megszületett, akkor apám elnevezte, az apja elnevezte őt virágnak, addig ennek csak a latin változata, a flóra szerepel. A flóra az virágot jelent, és ezt lefordította magyarra. És aztán nem került egyáltalában divatba, de hát anyám megörökítette, és én kaptam az ő nevét, a virág, és aztán még sokáig nem volt, amikor anyám elkezdett írni, és újságokba is írt, elterjedt a neve, úgyhogy most már követ dobnak, virágot találnak, úgyhogy most már, de mindenki fiatalabbnál, úgyhogy én erre nem szokott. Na? Akkor feltöltek már a maradt perseg. Maradt perseg? Azt hiszem, perseg az volt, ezt tudom, hogy olyan cserépbe kell megdobálni. Hajnak? Voltak lovak. Lovak? Igen. Veszek voltak lovak. A lovak azok régebben voltak. Lovaglás, hogy gondolod, Hajnak, hogy lovak voltak. Sőt, nagyapámnak is volt egy lova, úgy hívták, hogy kicsi. Ezen a lovon én is ültem 2 éves koromban. Sőt, nagyapámnak mindig volt kutyája, sok kutyája volt. És az egyik kutyát az akkori pénzről Pengőnek nevezték. Ha egy kutya volt, az is Pengő, mondta, hogy legalább egy Pengő legyen a háznál. Na, erre alapítva, pár évvel ezelőtt volt egy kutyám, és elneveztem Dollárnak. Nem ez a vicc, hanem az, hogy megszökött. Megszökött a Dollár, úgyhogy... Forintnak kellett volna neveznem akkor azért, de forintot úgy hívni egy kutyát, hogy forint, az úgy nem igazán jött. A Pengő az jól jött, de a forint az nem igazán kutya, nem hívó név. Dollár. Tessék. Az, hogy voltál foci meccsen? Én volt foci meccsen. Itt volt a pályán, erre pályára jártam focizni, arra, valahol itt, szóval itt a szomszédban van a focipálya. Akkor még nem volt körbekerítve, akkor még mindenki jött, ment, és ott voltak a nagy rangadók. Hát mi elmentünk, időnként néztük, aztán tovább mentünk, engem sose érdekelt a foci. Egyáltalán nem érdekelt, nem is igazán érdekelt. Azt a gondatot hittem én is, amit azt hiszem Karinti mondott, hogy nem is érti, hogy ott rohangál rengeteg ember egy labda után, mivel a végre eléri, elrúgja. Ilyetben a folyamat. Valahogy én is érgetem el. De hát, Istenem, hát. De aztán, amikor nevelő otthonban fiúkat tanítottam, akkor kérdezték a gyerekek, hogy én nekem melyik csapat a kedvenc csapatom. Hát ugye, felső tagozatos fiúkat, azokat csak a foci érdekelte. És akkor hát én nem tudtam, mit mondjak. Én előtte Sopronban tanítottam, ugye az Győr-Sopron megye, majd fogjátok tanulni, és akkor az Eto volt abban az évben az első helyen az NB1-ben. Győri Eto. A Győri Eto. A Győri Eto. És akkor kérdezték a fiúk, hogy melyik az én kedvenc csapatom, és így bedobtam, hogy a Győri Eto. Teljesen oda voltak a gyönyörűségtől, hogy hát, nem a Fradi, hát mondtam, a Fradi az abból nem kell. Ha valamelyik nem, akkor az nem, mert mindenki a Fradit szereti, akkor én biztos, hogy nem. De azzal, hogy én az Etót találtam ki, hát ettől a fiúk teljesen oda voltak. Úgyhogy én azóta is állandóan figyeltem az Etót, és 1965 óta
háromszor nyerték meg a rangadót, most meg nincs is benne a tízban. Bajnokság. Nincs benne, fiúk, nincs, most nincs benne. Megszűnt. Megszűnt. Megint két éve vagy három éve? Úgyhogy nem, mindenféle zűrök voltak, de hát ugye ez így van. Úgyhogy én nekem az Eto, mint foci csapat, de ha azt kérdezitek, hány meccsét láttam, akkor nagyon könnyen meg tudom mondani, hogy egyet sem. Tessék. Eni. Melyik ország a kedvenced? Melyik? Ország. Melyik ország? Hát nyilvánvalóan nem Magyarországot kérdezsz, várod, mert ugye az nem kedvencem, én itt élek. Ez a természetes. Ez olyan, mint hogy megkérdeznéd, hogy melyik testrészemet szeretem. Ezt a karomat nem meresz, ez eltört, úgyhogy ezt erre haragszom, de Istenem. De meg vagy vele. De meg vagyok vele. Erre mondtam, hogy 72 évig föl tudtam emelni, a következő 72 évben csak eddig. Na és akkor mi van? De egy melyik ország? Sok országba jártam, hála jó Istennek. Ami nekem nagyon tetszett, a Spanyolország. Ott voltunk! Ott egyszer voltam, bejártam elég nagy részét, nagyon szerettem. A másik az Grúzia. Hát, az valami csodálatos vidék. Az nem egy fiam? Akkor még Szovjetuniónak volt a része. Füröttem a tengerpartján, Szocsiban, föl voltam Tbilisziben. Aztán ez valami csoda szép ország. Olyan hegyekből álló ország, hogy Svájcban nem jártam, úgyhogy nem tudom azt mondani, hogy mi a Svájc lenne, de gyönyörű szép ország. Az, hogy amikor te megszülettél, meg amikor sulis voltál, akkor mi volt a ilyen őrület, mondjuk, mint most a focis kártya, vagy valami ilyen? Mi volt a diva? Szalvétek. Nem igazán tudom. Akkor valahogy lelkesedtünk, rengeteget kirándultunk például. Folyton, majdnem minden hétvégén mentünk valamerre. Hol osztállyal, hol családdal. Nem tudom, így ilyen egy darabos őrületek nem volt. Aztán én nekem meg ötödikes koromban, felső tagozatos koromban, hetedikes koromban az egész életem az úttörővasútról szólt, én attól kezdve úttörővasútos voltam, egészen harmadik gimnazista koromig. Tulajdonképpen, hogy tanár lettem, azt is annak köszönhetem, hogy ott itt a tanfolyamvezető, ifi vezető voltam, úgyhogy aztán az én életem minden a vasút körül, tehát hogyha mi volt az őrület, nekem az úttörővasút. Én nagyon szerettem, az életem legszebb korszaka az az időszak volt. Tudják a gyerekek, olyan világ, bocsánat. Most már úgy hívják, hogy hol van ez a vasút. Én jártam ott! Én jártam! Ki volt? Hadd láttam, hogy kik voltak közöttem. Gyerekvasúton, testem voltam. Hol van ez világ? Elmondod a gyerekeknek? Akkoriban mondtuk, hogy a pestiek rettenetesen nagyot kirándultak. Fölültek a villamosra, elmentek a Fogasig, ott fölültek a Fogasra, onnan átsétáltak a Széchenyi hegyen a úttörővasútra, azon lementek Hüvösvölgybe, ott fölültek a villamosra és hazamentek, és azt mondták, akkora ágyal voltunk. Tudják a gyerekek, mi az a Fogas? Igen! Nagyon jó! Ez nagyon jó! Jánz Dózsán! Mi voltunk is rajta sokszor! Én így is voltam! Az, hogy a foci edzőnk ezen a nyáron el akart venni sétálva Spanyolországig. Portugáliáig. Hát, hogyha jól be akarsz sétálni, ahhoz neki elég sok idő kellett, el lehet sétálni, akármeddig végül is körbe lehet járni a földön. Száraz lábbal nem, mert időnként csónakra kell szállni, de körbe lehet, csak időkérdése. Mi is pont ebben az évben voltunk Spanyolországban, és tök jó volt, jó sok helyen voltunk, és tényleg nagyon szép. Voltunk Zahorában, voltunk
Kordobába, meg voltunk Andalúziában. Hát később meg megtanulott térképen, hogy merre jártam. Gyönyörű, szóval arra szoktam mondani, hogy ha valakinek nincsen sok lehetősége, hogy hova menjen, de szeretné az európai kultúrát megismerni, akkor el kell menni a Spanyolországba, mert a rómaitól egészen a mai minden kultúrával találkozik. Szóljatok, hogyha végbe kell fejeznem. Jó, még van egy kérdés. Robi, volt akkor forma 1? De hát akkor még nem tudok róla, akkor még tévé is voltam, még biztos nem volt. Nem csak a tévében. Már akkor is voltam. Autóverseny volt. Autóversenyek már akkor is voltak. Van is egy ilyen film. Miért ment a tévébe is? Régi idők. Nem a meseautó című, de, az nem, később. Nem, egy autóverseny, amikor körbejárják a világot, ilyen autóversenyzők ilyen sapkába megyünk, szemüvegben. Nem tudom, mi volt a film. Én azt szeretném kérdezni, hogy ha már itt a Forma 1, meg az autók itt Leányfalon, amikor te ugye gyerekként itt voltál, volt itt valakinek autója emlékeid szerint? Vagy mikor találkoztatok itt Leányfalon az első autóval? Sokaknak volt autója, apámnak is volt autója. A sógorának is volt autója. A háború után keveseknek volt. Apámnak is az első autója, azt hiszem, hogy 56 után lett saját autója. Milyen autó volt a rám? Milyen márka volt akkor? Moszkvics. Moszkvics? Más nem. Az első autó Moszkvicsok voltak, aztán később megjelent a Warburg Trabant, aztán már nem tudom, de mind a voltak. De azt tudom, hogy mi itt az országúton, még úgy bicikliztünk, hogy négyen, öten egymás mellett, és nyugodtan mehettünk már autó egy szál se erre. Mi tudtuk, hogy mikor jön a busz, olyankor nem mentünk biciklizni. De hát ma már ezt úgy nem lehetne megtenni. Lehet, hogy bicikli sem menjen az úttesten, mert olyan forgalom van. Na, lányok? Hanna? Még a Hanna, mi még nem kérdezem. Akkor mibe kerültek az ilyen autók? Hát jó kérdés. Há, most már ott volt. Amikor én gyerek voltam, akkor fogalmam nem volt a kárakról. Én csak azt tudom, hogy amikor mi vettük az első autónkat, Hetvenhétben, 1977-ben, akkor egy Trabant 40 ezer forintba került. Csak. Hát az jó lenne. Hát, az hogy az én az első motoromat, amit vettem, az egy Schwalbe robogó volt. És 65-ben vettem, akkor ez belekerült 3600 forintba. És a fizetéses akkor? Fizetésem volt akkor 2000 forint. Számoljuk kifliben. Aztán a második, a következő, az már egy 125 köpcentis volt, egy Tátrán, az önindítós volt. Motoroztam? Én sokáig volt. Egész a Fekete-tengerig motoroztam. Hallja? Na. Az már, az 8500 forintba került. Ezt viszont most hallom először. Én anyfa is motorra jártam, iskolában motorra jártam. Én egy tanítványa, akkor azt találnám, hogy motorra. 6 évig motoroztam, rengeteget túráztunk, olyan hegyi utakon mentem végig motorra, utólag belegondolok, hogy ma már gyalog is nehezen lehetnék ott végig menni. És voltam Jugoszláviában motorral, és a leghosszabb utam, amikor lementünk egészen Várnáig, Jugoszlávián, Bulgárián keresztül, az egy nagyon érdekes dolog volt, mert abban az évben Szófiában volt a VIT, és mi aznap érkeztünk
Bukarest Szófiába, amikor a VIT megnyitó napja volt, nem tudtuk, mi csak tudtuk, hogy Anika ott lesz, de nem foglalkoztunk vele. És amikor beérkeztünk Szófia nem tudom melyik részére, akkor ment el egy repülőgép fölöttünk, és kis nemzeti zászlókat dobáltak le. És a társaságunk egyik motorosa elé pont egy magyar zászló esett le. Úgyhogy aztán ő kitűzte a zászlóját, és az egész úton végig azzal ment. De ilyen nemzetközi volt, tehát mindenféle zászló, papírzászló dobtak le, de pont a mi motorunkra egy magyar esett, az megmaradt emléknek. Utolsó kérdés, Jászmin. Egyiptomban jártál? Egyiptomban is jártam, igen, egyszer. Ott voltam Kairóban, megnéztem a piramisokat. A Sphinxet. Meg a Sphinxet is megnéztem, sőt este ott a Sphinxnél volt egy nagyon érdekes előadás, amit megnéztünk. És hát ott volt az, hogy olyan autót nem láttunk, ami épült volna. Viszont egy autóbuszban, amiben mondjuk belefért 30 ember, körülbelül 120 ember volt belül, kívül, tetején, oldalán, mindenütt lóptak el az emberek. Bencé, a legutolsó kérdés. Te majd otthon kérdezd meg. Egy olyasmiféle lesz, hogy villipók, hogy körbe utazzák a földet, így 80 nap alatt a föld. Ja, a színes is van. Akkor megkérdezhetem én, hogy emlékeztek, hogy Verne Gyuláról volt szó? Hogyan? Hát ez a Verne Gyulának a regénye. Bizony. Igen. Na, a Janka, a Karolinának. Akkoriban voltak ilyen szuperősök, mint például most egy pókember, meg Batman, ilyesmi. Ilyenek olyanok voltak a Nemo kapitány. Az cuki. Az jó. Igen, az jó. Nemo kapitány. Nem a hal, a bátya. Nem, akkoriban nem volt. Hiszen nem volt még televízió, ami népszerűvé tette volt. Volt mozi. Rengeteget jártunk moziba. És akkor 20 fillér az most mennyit érne? Hát, hogyha arra gondolok, hogy 20 fillérrel lehetett kapni egy kis csokit, aztán ugyanaz a méretű csoki most 20 forint, hát akkor számolj ki a különbség. Százszor kell megszorozni. Mennyivel kell megszorozni a 20 fillért, hogy 20 forint legyen belőle? Ma a következő matematikával kiszámoljátok. Viszont ellenben én azt gondolom, hogy most megköszönjük a kedves világnak ezt a szép... És tudjátok, hogy azért ez majd később milyen nagy... Maradjatok egy picikét még? Én nagyon remélem, hogy megőrzitek ezt a délelőttöt az emlékeitekben, mert azért nem mindenkinek adatik meg, hogy Móricz Zsigmond unokája mesél nekik másfél órát legalább. Nagyon-nagyon szépen, nagyon szépen köszönjük, és nagyon ügyes, még mindig nincsen vége, csücsle, hanem azt szeretném kérdezni, hogy legalább egy kis Móricz Zsigmond által írt kis versikével, amit ti biztosan tudtok. Na, melyik az, amit biztosan tudtok? Köszönjük meg Virágnak a délelőttöt. Melyiket tudjátok? Beszélt is róla. A török és a... Elkezded, Jászmin? Volt egy török mehenet, sose látott tehenet. Nem is tudta mehenet, milyenek a tehenek. Egyszer aztán mehenet, lát egy csomó tehenet. Én vagyok a mehenet, ti vagytok a tehenek. Megcsodálkozik mehenet, milyenek a tehenek.